Én mindent felírok a naptárba felkiáltó jelekkel, és fél órával előtte is, hogy emlékeztessen, és nem csinálom meg. Mármint a pasztét. A ma azt, amit kell. Szerintetek mi a kulcsa ennek az egész időbeosztásosnak? Vagy hát neked, te ugye kakukktojás vagy, te profi vagy, ezt tudjuk. Hát de azt hogy... nem mondtam, hogy profi vagyok, azt mondtam, hogy vezetem a dolgokat. Ja. Végen már mi már jobb. Szerintem ez így nyilván ember típustól is függ, hogy most minek, vagy hogy kinek mi a jó, mert jó van, hogy elfelejtek dolgokat, de hogy valahogy nekem így a fejemben rendszereződnek, hogy jó, akkor holnapig azt kell beadni, akkor jó, 4 óra matekház, és akkor ezt meg tudom csinálni addig. Szerintem ez tényleg emberfüggő, hogy kinek mi jó. Például én egy elég spontán ember vagyok, így például bárhol és bármikor tudok körülbelül tanulni, mint láthattátok itt a backstage-ben is sikerült, és szerintem elég produktívan, sőt éjszaka is, meg ilyesmi. Úgyhogy... És az alvás helyett? Az egy másik kérdés. Annak igen. Is van ideje azért. Hát de nem másik kérdés, mert akkor így osztod be az életedet, hogy igazából az alvás... ...nak a prioritásából veszel. Tehát igen. Most nálad a tanulás a prioritás. Ami érthető. Igen. Viszont tényleg így sokan szerintem vagyunk így fiatalok, akik így azt gondoljuk, vagy így legalábbis sok ilyen embert is meg, akik azt mondják, hogy jó, de most nem tudom, x órát veszel az életemből az alvás így összesen, és fú, milyen időpocsékolás, meg minden, és akkor legalább csináljunk valami értelmeset. Jó, lehet ez kicsit ilyen mazoista, de amúgy tényleg nehéz az, hogy szeretnél fordítani időt az alvásra, vagy prioritásilag feljebb rakni a sorrendbe? Tehát most gondolom az érettségire készülés miatt ez az egész felborult, de amúgy fontosnak. Persze tartom. Nyilván, mert annyival beszámíthatóbb vagyok, annyira kiegyensúlyozottabb vagyok, meg tapasztalom, hogyha sok dolog összejön és nem is alszom, akkor például érzelmileg nem vagyok túl stabil, és olyan kis mondatoktól már sírógörcsöt tudnék kapni, meg ilyesmi, és akkor tudom, hogy na itt a határ, akkor menjél haza és aludjál. Zita, tegyük fel, hogy mondjuk még van egy órányi tanulnivalód, de tudod, hogy el kell menned aludni, és el is mész aludni, akkor neked olyankor bűntudatod van? Hogy mondjuk a tanulás helyett úgymond magadat választottad, hogy akkor most pihensz, meg kialszod magadat, vagy érted, hogyha kialszod magad, akkor másnap is jobban tudsz teljesíteni, meg lehet, hogy jobban oda tudsz koncentrálni, viszont ott van az oldal, hogy nem csináltad meg a házit, vagy nem tanultad meg a dogára a dolgokat. Igen, ez bennem is kb. Egy mindennapos küzdelem, hogy most aludjak, vagy tanuljak, és sőt jön néha a harmadik szempont is, hogy avagy leüljek imádkozni, mert hogy annyira rohanós volt a napom, hogy egy röpimánál többre nem volt időm, vagy jó, voltak ilyen Istenre gondolások, meg így tényleg gyors imák, de hogy úgy személyes mély ima akkor még nem volt. Uh-huh. És ez számomra nehéz, ilyenkor nyilván mérlegelek, hogy jó, hogy akkor másnap hogyha csak így plusz szorgalomban, vagy nem is tudom, hogy hosszú távú dolog lenne az, hogy megtanulom azt az anyagot, akkor lehet, hogy inkább hagyom és megyek aludni, vagy azon gondolkodok, hogy oké, de akkor másnap a napomban hogy fogom tudni visszapótolni ezt az alvás időt. Szóval így igyekszem ilyenkor hosszú távon gondolkodni, és ugyanígy az imával is, hogy Isten cuki és megbocsájt. Ez egy kicsit erős mondat volt, de igen. Hogy most éppen akkor nem tudtam remény, de hogy akkor ez mit árul le rólam, vagy hogyha már hetek óta nem sikerült normális időt fordítanom rá, akkor ez miért van, és akkor miből kéne lejjebb venni. Szóval szerintem ez ilyen praktika, hogy minden egyes ilyen alkalomkor elgondolkodom, hogy most akkor jó az időbeosztásom, jól csinálom, vagy jó dolgokat vállalok el, vagy nem. Uh-huh. Uh-huh. És hogyha hosszabb időn keresztül nem fáradt vagyok, nem jó, nem tudok föltöltődni, akkor kell azt mondani, hogy oké, de valamiből elég, és valamit abba kell hagyni, én ezt gondolom. Hátra. Igen. Uh-huh. Amúgy igen. Nem tudom, nálam amikor így csinálom, így a feladataimat mindig vannak ilyen pozitív tabuk, hogy mondjuk abból nem engedek, és nekem az alvás határozottan ilyen. Nekem is.
Tehát abszolút. Nekem még annyira labilis tud lenni a szervezetem, hogyha nem alszom, akkor másnap konkrétan használhatatlan vagyok. Tehát nekem ez... Nekem is, főleg érettségén, ez egy abszolút izé volt. 10-kor el kell menni esti rutin és készülődni. És ez ment is az utolsó 3 hónapban, amikor ugye van a nagy hajrá, és ez annyira jól sikerült, hogy az utolsó héten nálunk az volt a mondás, hogy igazából többet ér 1 óra alvás, mint 1 óra tanulás egy idő után. Mert hogy, tehát amikor az ember már kialva, vagy amikor kialudta magát, és úgy ül le valamihez, olyan dolgok is eszébe jutnak, ami kialva tanul nem jutnának eszébe. Tehát érdemes inkább kialudni magad, és akkor sokkal jobban eszedbe jut, mint hogyha teljesen rommá tanulod magad, és utána beülsz, mint egy zombi. Egyébként én ilyen embereket is ismerek, akinek mondjuk nem az alvás, mert mondjuk lazán megcsinálja azt, hogy egész héten összesen alszik 10 órát, de hogyha mondjuk nem eszik akkor, amikor szokott, akkor utána olyan ideges, hogy nem lehet hozzászólni, mert összeveszik veled. Ha, tehát, milyen ismerős. Hogy van, akinek az alvás a fontos, valakinek meg a kaja. Tehát, hogy kicsit mindenkinek más az ilyen, hát ilyen ha nincs meg, akkor az... Vannak ilyen szükségletek, ez a Maslow piramis, lehet, hogy hallottatok róla, hogy vannak bizonyos szükségletek, és azt fel kell építkezni, és utána jön mindig az, hogy ez a fizikális, tehát étel, alvás, meg egyebek, és aztán egyre jobban épül fel, és úgy tud az ember egyre jobban kiteljesedni, meg boldogulni. Viszont én azon gondolkoztam most, hogy itt mondta, hogy valaki 10 órát alszik, hát de jó neki, de hogy itt most valaki meg érettségizik, és ezért nem alszik, de hogy akkor te osztod be az idődet, vagy tényleg arra használom fel az időmet, amire én akarom, hogy ti ezt hogy látjátok? Vagy az idő oszt be téged. Hát igen. Én sokszor azt látom, hogy... Oszt be téged. Vagy a kötelezettségeid, hát az egyetemen... Hát de hogy ez mennyire kötelezettség? Mármint, hogy választhatod azt, hogy nem legy egyetemista. Meg választhatod azt, hogy nem csinálod meg a házit. Vagy választhatod azt, hogy csak 3-as lesz az érettségid, nem 5-ös. Ez igaz. Ez igaz. Választhatod azt, hogy többet alszol és kiegyensúlyozottabb lesz. De amúgy, tehát amúgy nyilván azt értem a kötelezettség, mert például valaki, aki már idősebb, és ugye családja van, vagy de alapból a suli is. Azért kötelező dolog, mint nyilván nekünk is. De hogy amellett hogy lehet beosztani, hol vagy alkalmazkodnunk kéne hozzá, vagy nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok. Szerintem ilyenkor fontos így az embernek egy ilyen prioritási lista, hogy most, hogy mi van erről, és nyilván nagyon sokszor van az, hogy fölborul, hogy sokszor érzem azt, hogy na most abból a tantárgyból nem az a legfontosabb nekem, mégis azt tanulok egy egész estén keresztül, szóval azt tanulom egész estén keresztül, de hogy szerintem így az ember igyekszik így meg felállítani egy fontossági sorrendet, és azt szerint így kiszeparálni, hogy mi, ami igazából értékes és fontos számára. Én ezt látom. De én most azt teszem észre, hogy arról beszélgetünk, hogy pihenni sincs időnk. Akkor itt hogy jön szóba a lustaság? Amit egyébként te most a magad nevébe beszélj, de nekem van időm pihenni. Mert úgy intézem a napi rendem. Ja, jó. Te vagy a tökéletes, még 3-an itt. Nem, egyébként nem vagyok tökéletes, mert közben... Mert nem tudom, mindig igyekszek magamnak időt hagyni pihenni, mert tudom, hogy nekem ez kell, és ez nekem prioritás, mert tudom, hogy ha nem adok a testemnek időt, hogy pihenjen, akkor a testem nem fog engem úgymond szolgálni, vagy értitek? De hogy közben meg mégis nagyon sokszor ott van. Tehát, hogy nagyon pörgős világban élünk, és mindenhol, tehát a suliban, egyetemen, mindenhol azt kapjuk, hogy csináld. És hogy nekem ezért nagyon sokszor, tehát tudom, hogy kell pihennem, de mégis amikor oda jutok, hogy pihenjek, akkor valami óriási bűntudatom van, hogy jó, akkor most megint nem csak semmit. És hogy ezt már észrevettem magamban, és nagyon tudatosan próbálok erre figyelni, de ez még mindig ott van, hogyha leülök pihenni, amire tudom, hogy szükségem van, és prioritás a pihenés, és beletervezem a napomba, hogy pihenjek, de mégis bűntudatom van, szóval... És mivel pihensz te specifikusan? Hát mindig más. Néha azzal, hogy elmegyek fürdeni, nagyon szeretek fürdeni. Én is. Szóval ezen kezdtem el gondolkodni, hogy ha ez tényleg az én megérdemelt pihenésem, ami tudom, hogy nekem prioritás, akkor mégis, amikor elkezdek pihenni, hogy leülök és szuszanok egyet, vagy olvasok, akkor mégis miért van bűntudatom? És hogy ezen merül föl, hogy akkor most én tényleg tudom, hogy így a saját agyamban, hogy mi a különbség a lustaság és a pihenés között, és hogy nem, tehát hogy a pihenést
saját magamban összekeverem a lustasággal, és azért van bűntudatom, és azért úgymond bántom magamat. Szerintem ez maximalizmus egy kicsit, tehát hogy minden időmet ki kell használnom, minden időt arra kell fordítani, hogy produktív legyek, és én is így csináltam sokáig, szóval amikor rájöttem, hogy aha, be kell osztanom az időmet, és akkor minél több mindent csinálni, és akkor lesz értelme úgymond az életemnek, és akkor egyszer csak azon kattogtam egyfolytán, úristen, most van szabad egy órám, edzeni nem mehetek el, mert az több, ez kevesebb, ez nem fogja kitölteni, mit csináljak, és ott álltam negyed óráig, hogy most akkor mit csináljak, mert hogy ki kell használnom. És szerintem ezt le kell bontani, ezt a falat. Mert ez tök káros. Tehát akkor el kell fogadni, hogy hát én most pihenek, mert szükségem van rá. Ahhoz, hogy később jobb legyen, ahhoz most muszáj pihennem. Tehát ezt is hosszú távra kell tervezni, nem csak az időbeosztásomat, hanem a pihenést is hosszú távra kell tervezni szerintem. Tehát ez át kell kattanni az ember agyának. Igen, erre. Mert ilyenkor a pihenés élvez prioritást, nem? És hogy... Hát te! Ez az én idő. Te élvezel prioritást, nem a feladataid. Ja. Igen, de hogyha nem fordítasz elég figyelmet, energiát, erőt a feladatokra, akkor lehet, hogy elmarad egy-egy feladat, nem sikerül úgy, ahogy kéne, akkor már... Igen, a de senki nem hal bele. Nem? Szóval, hogy nem kell akkora problémának lennie, mert nincs akkora baj, ami egyszer nem lenne jobb. Vagy, például az érettségi előtt állóknak a tanárok hajlamosak azt mondani, hogy ha nem érettségizel jól, akkor nem mész egyetemre. Igen, de hogy én meg gepírem vagyok, és nagyon élvezem, és aztán újra. Tehát, hogy újra lehet próbálni, meg csomó, úgymond van időd ezekre a dolgokra. Tehát szerintem nem baj, hogyha az ember pihenéssel is tölti úgy az idejét, hogy közben esetleg van feladata, mert később az jobbat fog tenni. Most én is gap year-t tartok, tehát kihagyok egy évet az egyetem előtt, és tőlem egyébként nagyon sokan kérdezték, mert az osztályunkban nagyon sokan csináltak gap year-t, és most majdnem mindenki, aki kihagyott egy évet külföldön van, szerintem kb. Én vagyok az egyetlen, aki itthon maradt, és hogy sokan kérdezték így, nem csak így osztályban, hanem így ismerősök, hogy nem félek, hogy szétfolyik az időm, vagy hogy így nem csinálok semmit. Tehát, hogy most hirtelen annyi idő szabadult rám, hogy ez hatalom, ez rohadt nagy hatalom, de hogy ott van ez egy éles fegyver, hogy most mire tudom használni. Igen, igen, igen. De akkor igen, ezt te is érzed? Persze, abszolút. De nagyon nehéz is. Szóval én az elején dolgoztam, és ez úgy megadta a rendszert. Én ezt tapasztaltam meg, hogy kell, tehát próbáltam időt is beosztani, de egyszerűen magamra kellett erőltetnem egy külső rendszert, hogy az tartsa azt, hogy minden nap felkeljek, minden nap elmenjek aludni, minden nap megcsináljam a dolgaimat. És ez nagyon érdekes volt, hogy amikor felmondtam utána, akkor tényleg úgy szétfolytam, mint a higany, teljesen. Mint hogyha egy zombi lettem volna utána az következő egy hónapban, az borzalmas volt. Úgyhogy most ebben az időben, amikor forgatunk, már egy jó ideje felmondtam, és most kezdem megint felfedezni azt, hogy magamra kell erőltetnem belülről azt, hogy az időbeosztásomnak, meg hogy felkeljek, hogy elmenjek kutyát sétáltatni, hogy elmenjek edzeni. Tehát ez nagyon kemény munka, hogy az ember, tehát sok tapasztalat, meg sok év szerintem, mire kialakul az a balansz, hogy tudj időt beosztani, és erre szerintem a gap year baromi jó. Nem tudom, hogy te így látod, de szerintem... Én abszolút így látom. Szerintem nagyon jó erre. Szerintem is nagyon jó. Nekem is ilyen nagyon hullámvölgyes volt, mondjuk én nem dolgoztam állandóan sokat. De akár egy fél év is amúgy szerintem elég is. Tud lenni. Szerintem egy már csak két hónap, vagy egy olyan nyár, ami üresebb, szerintem már olyan is nagyon. Igen, 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 igen. Abszolút. Igen, nekem is ilyen tökre hullámvölgyes volt, hogy most hol megy jobban és hol nehezebben. De arra büszke vagyok, hogy sose hagytam el magam, szóval sose hagytam, hogy ez a hatalom, ami a sok időt, tehát amit a sok idő ad, az így kicsúszna a kezemből. Igen. Nálunk azért az volt, nekem ez volt, hogy nincs kifogás. Tehát mindent meg kell csinálni, mert van idő, mert nincs ezek az, hogy egyetem vagy suli. Gondolom nálatok ez azért másképp van emiatt, mert ott az egyetem, meg ott az iskola, akkor bizonyos dolgokat nem vállalhattok be, amit szívesen csinálnátok, nem? Így van, igen. De egyetemistának lenni könnyebb, mint gimnazistának. A szorgalmi időszakban ezt most hangsúlyoznám. Igen. Mert például háromszor hiányozhatsz az órákról, és akkor azt nem veszi figyelembe a tanár, megkapod az aláírást és vizsgázhatsz. Tehát ha jól matekozol, hogy melyik órákat hagyod ki, akkor bármit meg tudsz csinálni. Úgyhogy igazából a gimnazistákat sajnálom, akiknél sokkal nagyobb kőbevésett szabályok vannak.
Igen, igazából itt ez a fő különbség, hogy ti beosztjátok magatoknak az időt, és ugye nekünk meg beosztják az időnket. És ez az időbeosztás kérdés szerintem a kardinális, mert például otthon nekünk egy-egy vita közben sokszor mondják a szülők, hogy na, de te ne oszd be az én időmet, és hogy, mert az idő az pénz, és hogy az is egy tök érdekes kérdés szerintem, hogy hol a határ, hogy ki oszthatja be az én időmet, hogy kinek engedem meg, hogy bármikor felhívjon, vagy ilyesmi, vagy megmondják nekem, hogy most mit csináljak, és hányra érjek oda. Ennek van valami határa? Na, benned? Vagy ezt honnan érzed, hogy na jó, ezt most már nem, vagy ezt még igen? Na, igen. Éppen jelenlegi teherbírásod, vagy ezt honnan érzed? Igen, ez a nehéz kérdés, hogy sokszor, nem tudom, hívnak ide szolgálni, csináljam ezt, mondjuk meg tudnád-e csinálni, és én meg mondjuk még lelkesedésben nagyon szívesen is csinálnám, ja. és egyszerűen valamikor azt kell mondanom, nem. És akkor most így néha rosszul érzem magam emiatt, mert most valamire nemet mondtam, hogy mondjuk, amire megkérnek, akkor általában segítség másiknak, és akkor most én vagyok a rossz ember, és ebben bennem tök nagy dilemma van, hogy... Ez baj-e? Igen, hogy baj-e. Vagy ti mit tapasztaltok ebben? Nekem egyszer édesapám azt mondta, hogy nem tudsz mindenkinek megfelelni. Hát igen. Ennyi. Tehát én is nagyon sokáig... De hát ez egy jó atyai tanács, mert én olyan vagyok, hogy nem mondok nemet a nővéremnek, hogy 3-tól 4-ig vigyázok-e a gyerekekre Csobánkán, és nem mondok nemet arra a Mafim Audio Kft-nek, hogy 4:30-kor Budapesten ott tudok-e lenni a stúdióba, és akkor azon kapom magam, hogy megint futok. Mm-hmm. És a folyamatos futás az kikészíti az embert, és akkor már meg kell gondolnod, hogy megéri-e. Aha, tehát valahol a kevesebb, az több. A fókuszáltabb figyelem az többet ér, aha, mint sok munka egyszer. Aha. Igen, meg én azt tapasztalom, hogy szerintem így a korosztályunkban az egy tömegbetegség, ha szabad ezt mondanom, hogy nem tudunk nemet mondani. És ez rám hatványozottan igaz, hogy inkább telepakolom magam, mert egyszerűen nem vagyok képes arra, hogy azt mondjam, hogy nem. Lehet, hogy hallottál, ti nem tudom, hogy hallottatok rá ez a fear of missing out, hogy kihagyok valamit, és akkor rögtön szorongani fogok, és ez is az történik velem is. Igen. Hát igen, vagy igen. Csak az, hogy meg akarsz felelni mindenkinek. Meg nem is. És erre meg válasz. Andris, atyai jó tanácsa. Igen. Nem is az, hanem inkább bennem így nem akarok visszakapcsolódni, vagy visszacsatlakozni a nem alváshoz, de pont az, hogy szerintem a korosztályunkban sokan azt érezzük, hogy oké, megmondják, hogy mit kell megcsinálni, de én azért is meg tudom csinálni. Azt mondják, hogy hülye vagy, hogy nem alszol, azt mondják, hogy hülye vagy, hogy nem pihensz, de én azért is meg tudom csinálni, mert szerintem sokan akarunk így bizonyítani, hogy én képes vagyok rá, és hogy ezt nagyon nehéz elengedni. Kell egy önbizalom azért ahhoz, mert szerintem ezt le kell vetkőzni. Vagy én úgy gondolom, hogy ezt le kell ezt, hogy megbizonygasd azt, hogy meg tudod csinálni. Szerintem ez nem a legjobb dolog. Kell egy dolog. Ilyen töréspont, amikor megtapasztalom, hogy ne igen, én senki vagyok, és nem tudok mindent megcsinálni, és végesek a határaim. Pont, hogy valaki vagy szerintem. Igen, én is azt hiszem, hogy senki vagyok, és akkor... Hát olyan szempont vagy. Pont, hogy te vagy Zita, én meg Barna, és meg tudom csinálni. És az, hogy mit gondol a másik arról, hogy most elmegyek aludni, meg ez, meg, mert én engem, tehát engem például tök sokat kérdezgettek, meg rögtek azon, hogy az érettségi utolsó hetén igazából én nem csináltam más, mint aludtam, gitároztam, és kutyát sétáltattam. De tényleg nem tanultam semmit. Egyet én is ugyanezt csináltam. Előtte teletanultam magam, és akkor éreztem, hogy a fogaskerekek forognak az utolsó héten, és mondtam, hogy nem fogok erre rátanulni, mert csak szétesem. Hát jól, aránylag elég jól sikerült, és azóta ez egy nagyon jó, szerintem ez egy jó dolog, hogyha az ember rápihen, és szembe megy azzal, hogy valaki meg a magyar érettségi előtti nap hajnali 3-ig tanul, és aztán 5-kor kell. Szóval, hogy... Jó, de hát mindenki másfajta is. De mindegy, az alvás ez már kicsit. Azt mondom, hogy nekem például az nagyon sokat segített, hogy elhatároztam, hogy oké, most februárban, májusban érettségizek, akkor március, áprilisban én minden nap 9 órát fogok aludni, és ezt így elhatároztam, és betartottam. Ez a legdurább, hogy betartottam. Ez a legfontosabb. De hogy például volt egy szobatársam, akinek pedig ez egyáltalán nem ment, és nagyon ott volt benne a kényszer, hogy neki tanulnia kell, és le kell tenni az asztalra, és ő nagyon keveset aludt. Meg őt hajtotta belül, és nem feltétlen az, hogy 90%-os legyen, hanem az, hogy neki ez kellett ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Igen, tehát hogy ő ezt nagyon jó belső motivációkat csinálta, és ilyen, nem tudom, ilyen 5-6 órákat tanult, és tök jól érettségizett.
És én is jól érettségiztem, pedig én 9 órákat aludtam. Ez ilyen személyfüggő. Igen, szerintem mindenkinek meg kell találnia, hogy neki melyik időbeosztása hatékonyabb. Van, akinek nem működik? Mert melyik? Az időbeosztás. Hogy időbeosztás? Hát nem működik az, hogy egyszerűen ő neki az a jó, hogyha folyik, és megy. És... Hát a folyás is egy időbeosztás. Jó, de érted, tehát az, hogy percről percre felírja, hogy nekem most ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom, és nem tartja fejben, hanem csak él ebben, ahogy jön. Tehát vagy hogy valaki él valahogy, egyszer csak beosztja az idejét, és csak rosszabb lesz. Ez szerintetek létezik? Vagy ilyen átmeneti esetleg. Vagy nálam az volt, hogy beosztottam egy idő után, aztán ez, hogy görcsöltem rajta. Tehát valahol meg rosszabb lett, mert csak rágörcsöltem. De akkor igazából nyilván abban a pillanatban éreztem azt, hogy ez rosszabb. Az idő, az pénz. Ezzel egyetértünk is. Kinek adjuk, hogy önkénteskedünk, vagy kapunk-e érte valamit? Ti hogy álltok ezzel? Szerintem ennek is kell egy ilyen egészséges eloszlást csinálni, mert ez ilyen tipikus mondás, de hogy igen, az ember abból is történik, hogyha ad. És nyilván szerintem ezt is így be kell osztani, hogy akkor mennyit adok ki magamból, és mennyire adom át magam valaminek. És nyilván, hogyha magamból adok, akkor ezt valahogy vissza is kell tölteni. És szerintem itt kell megtalálni azt, hogy nekem mennyi idő kell ahhoz, hogy én föltöltődjek annyira, hogy utána másoknak tudjak adni. És mi alapján adod ki a pénzed, vagy az idődet? Szerintem én mérlegelni szoktam, hogy most ennek az illetőnek, vagy szervezetnek, vagy közösségnek mennyire van szüksége rám, hogy csak egy biodísztet lennék ott, és örülnének nekem, mert ott vagyok is ennyi, vagy tényleg másnak a segítségére tudnék lenni. Vagy hogyha például ott volt mostani közösségi alkalmunk a legutóbbi, és elgondolkoztam rajta, hogy jó, hogyha most nem megyek el, akkor miről és hogy maradok rá, hogy most annyira hálás voltam például azért, mert nem volt bennem például ez a FOMO dolog, hogy akkor most lemaradok, és azért nem akarok menni, hanem tényleg szabadon tudtam dönteni, hogy most igen vagy nem, és azt éreztem, hogy annyira benne vagyok a tanulásban, hogy most tényleg azt a 4 órát hasznosan el tudom tölteni. Bennem ez így van. Bennem, mivel él egyfajta megfelelési kényszer, tehát amit mondtam is, hogy mindenkinek meg akarok felelni, ezért én nagyon sok felé szóródok. Tehát benne vagyok egy közösségben, ahol szolgálatot is vállalok, benne vagyok ebben a csapatban, ugye csinálom az egyetemet, közben még színháznál is dolgozom, közben még itt-ott-amott, és ez magával hoz egyfajta rohanós életmódot, és hogy kinek adom a pénzt, kvázi időt, hát azoknak, akiknél úgy látom, hogy az én jövőm felé segítenek. Tehát nem csak azért vagyok itt, hogy értékeljem vagy képviseljem a keresztény értékrendet, az is nagyon fontos, és azért is vagyok itt, de azért is, mert itt szakmai tapasztalatot szerezhetek. Igen. Tehát akkor neked, tehát hogy én azt vettem észre, hogy például mondjuk, ahogy így priorizál az ember, hogy mibe menjen, priorizálhat a szerint, hogy rá hol van szükség, szóval, hogy ő hogy adjon, és yeah. Priorizált úgy is, hogy ő mit tud ebből profitálni. Ja. És legjobb ja. esetben meg mind a kettő ja. nézi az ember. Igen, igen, igen. Igen, abszolút. Ti mit gondoltok, hogy ti melyikbe tartoztok? Én amúgy az utóbbi, szóval, vagy úgy, tehát én azt szoktam mindenki, hogy mit kapok általában vissza, és nálam a cserkészet ez pont egy ilyen, hogy ez teljesen önkéntes, ez az alapja, hogy önkéntes, és nem tudom, hogy de azt élvezem a legjobban pont ezért, mert önkéntes. Vagy hogyha úgy érzem, hogyha pénzt kapnék érte, akkor nem csinálnám, vagy akkor tök rossz lenne. És szerintem ezt szoktam mérlegelni, igen, hogy mi az, mert mindenképp visszakapsz valamit. Tehát az biztos. De vagy szeretetet kapsz vissza, vagy ugye pénzt is lehet visszakapni egy időért. Odafigyelést, barátokat, közösséget. Én ezeket szoktam mérlegelni, hogy az miért jó nekem. De amúgy megesik az is, hogy egyszerűen csak ezzel teszek jót, vagy ezzel hirdetem a lényeget ott fent. Igen. Ami még így kérdés felmerült bennem, hogy ugye sokan mondják, hogy arra van időd, amire akarod, és hogy szerintetek ez igaz, vagy hogy ti, ha nemet mondotok, akkor ez közbejátszik, hogy azért mondok nemet, mert valamihez nincs kedvem?
Hát szerintem nagyon sok igazság van ebben a mondásban, hogy arra van időm, amire akarok. De szerintem közben nagyon félrevezető is. Mert én például érzem magamban, hogy annyi tervel, meg annyi ötlettel vagyok tele, de hogy közben még sincs rá időm, vagy lehetőségem, mert ezek a realitás kötelek így lehúznak a földre, mint hogy nem tudom, be kell járnom az iskolába, de... Jó, hát ezek inkább kifogás. Mert bocsánat, ezek inkább kifogások szerintem. Mármint, tehát most, ha nagyon ilyen radikálisak vagyunk, akkor meg hát bele kell rakni az energiát az álmokba, meg ezekbe az ötletekbe, abszolút, szerintem. Abszolút bele kell, ebben mondjuk igazad van. Nem tudom, én nagyon szeretek úgy élni, vagy szeretem úgy élni a mindennapjaimat, hogy mindig vannak ezek a kis projektjeim, amik így föllendítenek, meg így föllázítanak, és akkor azokért élek, és ezekért teszek mindent, és ezek körülforognak a gondolataim, mint 0-24-ben. Aztán általában ez a projekt összedől, mert mondjuk nagyon szürreális volt, vagy nem raktam bele annyi időt, vagy nem voltam hozzá elég szakképzett, és akkor kitalálok egy újat, és akkor ezeknek élek. De hogy, és vicces, hogy ezeket mindig belekalkulálom a időbeosztásomba, pedig amúgy ezek mindig ilyen változó dolgok. Tehát értitek, mire akarok kiukadni, hogy ez nem egy fix dolog, hogy bejárok a suliba, hanem ez csak éppen az aktuális hóbortom, de akkor ezt is annyira hóbort, hogy akkor ezt most így beleírom annak eszembe, hogy jó, akkor most kimegyek és ültetek. Vagy nem tudom. Ez nálam amúgy ismerős ugyanígy, csak ilyen programokkal, hogy nem tudom, hétvégén fog valami történni, és konkrétan, mint egy kisgyerek kávé számolom, hogy hányat kell még aludni, és ezek lelkesítenek, éltetnek így a hétköznapokban, a suliban, és akkor elkezdek róluk így agyalni, hogy hogy kell megcsinálni, mi lesz, és így földobják a napomat, és nálam nagyon egyszerű így lelkesedést összeszedni ilyen szempontból, mert minden héten betervezek valami olyan dolgot, ami motivál, amit szeretek, és a hétre, és jó, igen. Vagy a hétvégére. Hát így héten vagy hétvégén is kész, jó lesz a hetem, csak és a napom. Szerintem az a gondolat, hogy a hétvégét várom, ez annyira időeldobós mentalitás. Nem feltétlen hétvége, csak akkor van csak ezt, sokkal több lehetőség. Hát persze, csak hogy ez, hogy várja az ember, na akkor tűnik el ez a sok idő, ami jelenne. Mert a hétköznapokat is úgy kell kezelni, hogy igenis, hazamész a munkából, vagy suliból, akkor még nyilván ugye tanulás is van, az kell. De hogy akkor még ugyanúgy megvan az a 3 óra, és akkor még meg tudod váltani a világot. Egyébként nekem erről az jutott eszembe, vagy ez a halogatás dolog jutott erről eszembe, hogy megvárod még azt a napot, ameddig... Ez majd még holnap. Igen, ez a majd holnap. Igen, majd és... holnap akciós az eper, és minden nap ki van írva, vagy majd holnap, igen. Igen. És azt olvastam az Instagramon egy ilyen pszichológiai oldalon, hogy a halogatást azt a pszichológiában úgy is nevezik, hogy önszabotálás, és hogy ezen azóta is nagyon sokszor eszembe jut, és nagyon sokszor elgondolkodok, hogy mert én egyébként nagyon hallogatós ember vagyok, tehát az utolsó 10 percben csak meg mindent, vagy utolsó 1 órában. És tényleg elgondolkodtam, hogy most ezzel mennyire szabotálom magamat. Szerintem ez nagyon érdekes gondolat. Amúgy egyszer rá kell venni az embernek magát, hogy most nem halogatok. Most kipróbálom azt, hogy itt a feladat, akkor van nagyon messze van a határidő, de én most elkezdem. És amúgy nagyon fura, hogy mennyivel sokkal több ideje lesz az embernek, amikor elkezdi, és amikor visszaesik egy kicsit arra, hogy hú, most inkább majd holnap megcsinálom, borzasztó. Én annyiszor belecsúszok már mostanában, mert én elég jól tudom tartani ezeket, szóval eléggé bőven határidő előtt azért meg szoktam csinálni a feladataimat, és amikor egy kicsit kicsúszik, akkor hirtelen Murphy törvény alapján minden összejön, de ami csak lehet. Nem tudom, hogy nektek van-e ilyen tapasztalat, vagy... Minden összejön, ha nem csinálok meg valamit? Ezt hát, mondtad? Igen. Nekem sose volt ilyen. Én ezt a halogatást amúgy a nem alvással küszöbölöm ki, és ez nagyon vicces nálam, és szerintem furi egy kicsit, de hogy mikor rájövök, hogy este 8 óra van, és én semmi értelmeset nem csináltam még ma, akkor fogom magam, és elkezdek tanulni, és akkor ilyenkor van, hogy mert hogy tudom magamról, hogy másnap már másmilyen lelkülettel, meg akkor állnék hozzá, meg lenne bennem egy bűntudat, hogy tegnap nem csináltam semmi értelmeset, ezért ha esik, ha fúj, ha 11 óra van, én akkor elkezdek tanulni, vagy elkezdem azt a dolgot megcsinálni, és akkor így kicsit jobb a lelkemnek, hogy na azért aznap letettem valamit az asztalra, és nem ment el egy teljes nap így. Igen, de ez mondjuk szerintem kicsit ilyen pozitív halogatás, hogy azért megcsinálod, csak halogatod, de mondjuk van az a fajta halogatás, amikor meg se csinálod, csak tolod a végtelenségig. Igen, és aztán hirtelen megtudod csinálni 10 perc alatt tökéletesre. Egyébként szerintem ez az a pozitív halogatás, ez tipikusan az, amikor ezt is szokták mondani, hogy
Ha 2 napot szánok arra, hogy kitakarítsam a házat, akkor ez 2 napba fog telni, viszont ha 2 órát szánok arra, hogy kitakarítsam a házat, akkor az 2 órába fog telleni. Vagy szerintem ez így a pozitív halogatás, a negatív, meg az, hogy jaj, föl kéne hívni a nem tudom kit, és időpontot kéne kérni, és ezt addig tologatom, amíg már túl késő. Amíg át nem változtatod a kénét fel kellre, és akkor gyorsan kell. Akkor... Szerintem a mentalitás kérdés. Szerintem. A motiváltság kérdése még szerintem. Tehát ha van egy olyan cél, amit mások aggattak rád, mint például akár az érettségi, akkor vannak olyanok, akik azt mondják, ennyire a kukába, hát társadalmi elvárások rányomnak. És tényleg, tehát, hogy egyszerűen, ha nem motivált az ember, akkor nem is fog időt szánni a dolgokra. De ez egy szerintem. Érdekes dolog, mert a motiváció az el tud múlni. Ugye? Tehát biztos éreztétek azt, hogy egy idő után elmúlik. De nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e, hogy amikor megcsináltok valamit, egy kicsit később, mint tudom én, edzetek 2 hétig, aztán 1 hétig nem, és akkor nagyon ráveszem magam, hogy jó, akkor elmegyek edzeni, vagy elmegyek, nem tudom, ezt meg azt csinálni, és utána leszel motivált. Nem tudom, hogy ti ezt tapasztaltátok-e. Szóval ahhoz, hogy motivált maradj, ahhoz kell a kitartás is. Az sokkal messzebb visz a kitartás, mint a motiváció szerintem. Ez így van, Barna, tényleg. Tényleg nagyon sok motiváció kell ahhoz, hogy elkezd valami, de talán még több kitartás ahhoz, hogy ezt tud tartani is. És mind a kettő nagyon fontos, hogy hatékonyak és produktívak tudjunk lenni, meg hogy megfelelő időbeosztást tudjunk találni magunknak. Hát köszönjük, hogy elég motivációtok volt, hogy megnézzetek minket, és reméljük, hogy kellő mennyiségű kitartás is van bennetek, hogy megnézitek a többi adásunkat is. Sziasztok!